Érdekes volt olvasni az erőviszonyokat. Biztos ti is láttatok ilyen elemzéseket, de egy érzésre nektek most, melyik néhány csapat az, amelyik a legjobb négybe oda kerülhet a végén? Henrik. Olaszok, németek, belgák, angolok. A belgákat oda tette a Grace Note az első helyre, nagyon szorosan mögötte ott vannak az angolok. Mi indokolja, hogy a belgák ennyire megelőzik akár a franciákat, mint világbajnoki címvédőket, akár a portugálokat, ahol mondjuk Cristiano Ronaldo mellett most már azért több komoly világsztár is játszik. Szóval a belgák ennyivel jobbak? Hát én szerintem azt azért mondjuk el, hogy nagyon sokféle lista létezik. Igen. A legtöbben egyébként torony magasan a franciák a legesélyesebbé az EB-nek. Hát itt nyilván nagyon sok, hát ugye itt a módszertan, hogy ki, hogy hasz, mindenki ugyanak, azok az adatok állnak a rendelkezésére, ki milyen módszertannal dolgozza föl, ki minek tulajdonít jelentőséget. A Grace Note állítólag 1 millió alkalommal lemodellezte az EB mind az 51 mérkőzését, minden szempontot figyelembe véve, és ez alapján határozta meg a sorrendjét. Az a kérdés, hogy a modellekben mi volt a hangsúlyos, egyáltalán egyébként a különböző szempontokat ugyanolyan súlyjal vették-e figyelembe, hogy bizonyos elemek súlyoz voltak, ha igen, mi volt súlyozva, nyilván van olyan elemek, ami a belga válogatottnak nagyon feküdt, de ha meg azt nézzük, hogy persze ők előre modellezték, de a valóság meg az, hogy várható a ma este sem Hazard, sem Kevin De Bruyne nem lesz ott a pályán, a csapatban, és akkor azért lehet, persze nagyon sok mindent lehet modellezni, de sérüléseket, formahanyatlás, stb. Ezeket a szempontokat nem.